A dolog ötletatja az maga a város, és annak a hozadéka, hogy meghirdette Nyíregyháza a digitális, elsőként Magyarországon a digitális város elérését, a nagysebességű internet minden lakoshoz történő eljuttatását. Tekintettel arra, hogy a technika igen rohamosan fejlődik, és ezen belül a kommunikáció is a digitális irányba, így nekünk is föl kellett készülni arra, hogy az elkövetkező időben drasztikus változások lesznek a kommunikációban, és hogy ezt túlélje a vagyonvédelemnek azon ága, amely igazából nem a mai napra, hanem a jövőre, vagy a jövő nemzedékének készül egy távfelügyelet. Ez csak úgy lehet, hogyha nyomon követi a kor technikai vívmányait, és ilyen kommunikáció szempontjából az a útvonal, ahol eljuttatjuk a riasztásokat, illetve a bűnözés elleni tevékenység információit. Ezt egy integráltsággal lehetett megoldani, hogy megmaradt a kvázi hagyományos, de korszerű alapokon lévő riasztótávfelügyelet, és ehhez kapcsolódott az a képi információ, tehát videótávfelügyelet, ami egyre nagyobb körben megtalálható lakossági képalkotó eszközök képeit hozza be a távfelügyeletre, szintén bűnmegelőzési céllal.